Az orosz atomenergetikai ipar áll annak a kiállításnak a középpontjában, amely pénteken nyílt Pakson a Városháza előtti téren. A képek bemutatják a 3/4 évszázados orosz atomenergetikai ipar fejlesztéseit, technikai vívmányait és történetét. Alekszandr Hazin, az ASEM érnöki vállalat elnöke, a Paksi projekt igazgatója Moszkvából köszöntötte a megjelenteket tolmács segítségével, és felhívta a figyelmet, hogy a békés célú atomenergia az emberek szolgálatában áll, nem csak az energiaellátás tekintetében, hanem a világűr feltérképezésében, az egészségmegőrzésben és a gyógyításban egyaránt. Mitler István elmondta, a képeket megnézve jól látható, hogy az orosz-magyar atomenergetikai kapcsolat eddig is hasznos és gyümölcsöző volt. A kiállítás képeit böngészve látni, hogy Oroszország az elmúlt több mint 7 évtizedben magas szintre fejlesztette a nukleáris technológiát. A tárlat fényképei láttán az ember még mérnöki tudás nélkül is megbizonyosodhat róla, hogy Pakson a mai elérhető legkorszerűbb, legmodernebb, legbiztonságosabb atomerőmű blokkok fognak felépülni a következő években. Mint az közismert, Magyarország évtizedekkel ezelőtt letette voksát az atomenergia, és ezzel együtt az orosz technológia mellett. Szántó Zoltán Paks alpolgármestere továbbá hangsúlyozta, ez a projekt lehetőség a városnak a fejlődésre. A Paks 2-t az évszázad beruházásának tartjuk, amely megbízható, káros anyagkibocsátás nélküli energiaellátást fog biztosítani egész Magyarország számára. Az atomerőmű beruházás nem csak az ország ipari, technológiai fellendülését fogja hozni, hanem jólétet, biztos megélhetést biztosít Pakson és a térségben élőknek is. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója megjegyezte, mindig jó emlékeket őrzött az oroszokkal kapcsolatban, paksi gyermekként, majd élsportolóként és most az erőmű kötelékeiben dolgozva is. Kommunikációs igazgatóként több projektet viszünk együtt a Rosszatommal, és minden ilyen projekt sikeres és jól működik az együttműködés, és ezért tudom azt mondani, hogy az oroszokkal, a Rosszatommal az együttműködés sikeres, és ez elővetíti azt, hogy a következő nagy projekt, a Paks 2 építése is sikeres lesz. A kiállítás Paks után további településekre költözik, hogy minél többen ismeretet szerezhessenek az atomenergetikáról. Pakson az orosz atomenergia ipar története közel fél évszázados múltra tekint vissza, melyből 25 évet a TEIT, mint a lakossági tájékoztatás fő csatornája kísért végig, közvetítve az iparág sajátosságait a társulás 16 településén, a Duna mindkét oldalán.